Zlatko Prica festőművészre emlékeztek Pécsen. Az alkotó a Baranyai megyeszékhelyen született 1916-ban, művei pedig nagy hatással voltak a hasonló érdeklődésű korabeli művész emberekre. Az ünnepi alkalmon Pécs testvértelepülése Szamobor is képviseltette magát. Pécs városa és Szamobor már több évtizede együttműködik. Az összekötő kapocs az Zlatko Prica, horvát festőművész, aki Pécset született 1916-ban. A mester születésnapjára sajnos nem tudtuk tető alá hozni ezt a találkozót, nem tudtak szamobori vendégeink eljönni. Most viszont sikerült, és a Nemzetiségi Tanács, illetve a Pécsi Horvát Önkormányzat szervezésében ezt a kis kiállítást az ő emlékére hoztuk létre. Prica 6 éves korában Zágrábba költözött édesanyjával, miután szülei elváltak. Tanulmányait is ott folytatta, majd 20 évesen jelentkezett a Művészeti Akadémiára. Első nagy kiállítását a zágrábi művészeti pavilonban rendezte meg 1941 áprilisában. A háború után 1948-ban rövid tanulmányúton Párizsban, 1952-ben Indiában és Brazíliában járt. Ezt követően a zágrábi képzőművészeti akadémia professzoraként dolgozott munkás élete végéig. 1981-ben életműdíjat kapott, és rendkívüli tagja lett a Horvát Tudományos és Művészeti Akadémiának. Intenzíven kiállított belföldön és külföldön egyaránt, míg végül 2003-ban elhunyt. Bravo! 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 A művész előtt tisztelegve koszorúkat is elhelyeztek a résztvevők szülőházánál. A festő rengeteget tett szülővárosáért, annak ellenére, hogy gyermekkorában elhagyta a várost, és csak a rendszerváltást követően látogatott újra ide. A kortárs horvát képzőművészet egyik legkiemelkedőbb alakját mindig is szoros érzelmek fűzték Pécshez. 2006-ban létrehozták a Zlatko és Vesna Prica alapítványt a városban, amely segíti a fiatal horvát és magyar képzőművészeket, ápolja a horvát festőművész hagyatékát, kulturális örökségét. Nem véletlenül éppen most emlékeztek meg Pricáról, nemrég ugyanis a Nemzetiségi Fesztivál zajlott a pécsi belvárosban. Nem csak magyarok lakják ezt a várost, hanem horvátok, németek, ukránok, lengyelek és így tovább. Tehát azt gondolom, hogy egy ilyen fesztivál arra jó, hogy a város nagy közönsége is lássa, hogy ez nem egy monolit város, hanem sokszínű. És azt hiszem ez a lényeg. Számos nemzet képviseltette magát a rendezvényen, a zene és a tánc mellett pedig különböző étel különlegességeket is megkóstolhattak a látogatók. Egyrészt szerencsések vagyunk, mert nagyon sok a horvát intézmény Pécset, tehát van horvát iskola, horvát színház, klub, tudományos intézet, az egyetemen horvát tanszék. Tehát egyfelől Pécs egy szerencsés helyzetben van, másfelől mindig a városban kicsit nehéz összefogni a közösséget. Hogy egy faluban mindenki mindenkit ismer, mindenki tudja, melyik az a közönség, amit meg kell szólítani. Itt ez kicsit nehezebben megy, de azt hiszem az ilyen rendezvények is hozzájárulnak ahhoz, hogy láthatóvá váljon. Fontos, mert ugye népszámlálás lesz hamarosan, és nagyon nem mindegy, hogy a horvát közösség mennyire tudja a népszámlálási adatokban megmutatni magát. Mi szeretnénk, hogy legalább az a 2000-es létszám, ami pillanatnyilag, tehát 10 évvel ezelőtt körülbelül 2000-en vallották magukat horvátoknak Pécset, reméljük, hogy ez most is így lesz.